Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Heti programajánlónkkal jelentkezem ismét, ez december első hete, advent második vasárnapja lesz a hétvégén, ilyenkor a második gyertyát kell a koszorún meggyújtani. Bizony nem véletlen, hogy most már szinte csak és kizárólag adventre hangoló, karácsonyi hangulatú programok vannak, ezekből hoztam egy kis összeállítást önöknek. Nézzük első körben Terézváros eseményeit. Legyen a feleségem, vígjáték a játékszínben. Nagy bajban van Jim Butt, az egyik jeles londoni brókercég fiatal vezetője. No, nem a tőzsdei hossz vagy beszingatta meg cégbeli pozícióját, sokkal inkább viharos magánélete szúrt szemet az Amerikából érkezett házasságpárti nagyfőnöknek. Csoda hát, ha az esti partig Jim több hölgy ismerősének is megteszi címbéli ajánlatát. Itt van mindjárt Helen, Jim fotomodell kedvese, aki valódi esküvő nélkül nem hajlandó jó képet vágni a dologhoz, és inkább választja ma estére a jól fizető reklámcég kampányfotózását. Vagy Terry, aki eredetileg csak néhány múlhatatlan fontos aláírásért jött el a főnökéhez az irodából, de mert bevállalós, esetleg hosszabb távra is maradna. A befutó végül Edna, a bejárónő, aki ugyan nem olyan gyönyörű, viszont szakmai ártalomként remekül tájékozott a tisztítószerpiacon. Egy fergeteges darab bomba szereposztással várja a nézőket a játékszínben. Következő alkalommal december 5-én szerdán, este 7 órakor. Hanukkai gyertyagyújtás a nyugati téren. Az egységes magyarországi izraelita hitközösség, IMI, már több mint 20 éve rendezi meg hagyományos módon hanukkai gyertyagyújtását a nyugati téren. A Hanuka a fényünnepe, annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a makabeusok 3 évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szír-görög csapatok fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak. December 5-én az ünnepség sorozat részeként a nagy sikerű izraeli The Revivo Project ad koncertet a Bálnában. A zenekar először látogat Magyarországra. Dinamikus, pesgő és lenyűgöző előadásaival a világ számos más színpadán felléptek már Izraeltől Európán át Dél-Amerikáig. A Hanuka megemlékezés és gyertyagyújtás idén minden nap 18 órától kezdődik a nyugati téren 2018. december 2-a és 9-e között. Több családi programmal is készülnek a szervezők. December 8-án szombaton a Városligeti Műjégpályán este 9 órától kezdődő családias hanukorcsolya keretein belül kerül sor az ünnepélyes gyertyagyújtásra és közös imára, az Aleph Kids ifjúsági szervezet pedig csoki készítéssel és lézerteggel várja a kicsiket, no és a nagyokat. A budapesti helyszínek mellett az EMI vidéki közösségei is szeretettel várják a helyi lakosságot a közös hanukai gyertyagyújtásra és ünneplésre, amelyről interneten tudnak tájékozódni. Ingyenes jégpálya a Hunyadi téren. Ahogy minden év végén, idén is ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosít Terézváros önkormányzata 6. kerület szívében a Hunyadi téren. December elejétől egészen február közepéig szeretettel várják a korcsolyázni tudó vagy épp tanulni vágyó 6. kerületi lakosokat. A bérlésre és oktatásra idén is lesz a helyszínen lehetőség, aki szeretné a hangulatos korcsolyapályát élvezni, ne feledkezzen meg a lakcímkártyájáról, hiszen a jégpálya csak annak bemutatásával ingyenes. Adventi családi programok az Ötvös Tízben. Az Ötvös Tíz közösségi szintér az ünnepi készülődésben sem feledkezik meg a családokról, hiszen meg annyi érdekes programmal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezen a héten vasárnap például mesék szárnyán hangolódhatunk az adventre. Délelőtt 10:30-kor Lengyel Szabolcs Micsi Betlehembe repít minden résztvevőt, majd 11:30-től ajándékcsomagoló papír és üdvözlő kártya készítésre invitálnak bennünket. Azoknak, akik kevésbé kreatívok, vagy éppen szeretnék a saját készítésű ajándékok mellett egyéb kézműves dolgokkal is kiegészíteni az ajándékok sorát, jó választás lehet az Ötvös Tíz adventi vására, amely a programoktól függetlenül is látogatható. Igazi adventi hangulattal vár mindenkit az Ötvös utca 10. december 9-én vasárnap. Ajándék karácsonyi cirkuszi előadás. Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Közhasznú Nonprofit ZRT díjtalan karácsonyi cirkuszi előadásra várja a 6. kerületi családokat a fővárosi nagycirkuszba. A Szikra Manók Karácsonyi Kalandok a Cirkuszban című klasszikus cirkuszi előadásra. A jegyek szétosztása elsősorban a kerületi intézményekben történik, de lehetőség van a kerületi gyermekek és kísérőik számára egyéni jegyigénylésre is. Az ingyenes cirkuszi előadásra a jegyek korlátozott számban érhetőek.
érhetőek el. Igénylésre december 4-én 8 és 10, valamint 17 és 18 óra között, december 5-től pedig fél 10 és 15 óra között van lehetőség az 5-ös 10 recepcióján. A jegyeket csak személyesen tudják átvenni a gyermekük lakcímkártyájának bemutatásával. Különleges karácsonyi cirkuszi élmény várja önöket december 15-én szombaton, 11 órakor a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Ajándékszínházi előadás. Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT a karácsonyi ünnepek alkalmából díjtalan előadást szervez a terézvárosiak számára. A Hamu és Gyémánt című darabot a Turay Ida Színházban játsszák. A két felvonásos darabban titkok és érzések kerülnek a középpontba, a csodás és tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő Cserháti Zsuzsa dalaival. A műsor december 17-én hétfőn 17 órakor nézhetik meg. A családonként kettő darab díjtalan belépésre jogosító regisztrációs lapot december 3-án 8 és 17 óra 30 között, a további napokon az 5-ös 10 pénztár nyitva tartási idejében tudják kérni. Az ingyenes jegyek átvétele csak is személyesen lakcímkártya bemutatásával lehetséges. Szeretettel várnak mindenkit! Közmeghallgatás Terézvárosban. Terézváros önkormányzata a hagyományokhoz híven idén is karácsony előtt beszámol egész éves tevékenységéről, eredményeiről. A lakossági fórum keretein belül természetesen önöknek is lehetőségük van elmondani észrevételéket, tapasztalataikat, esetleges kéréseiket az önkormányzat felé. Ne habozzanak hát, menjenek el december 20-án 17 órakor, ez egy csütörtöki nap, az 5-ös 10 színház termébe, és beszéljék meg, miként és hogyan alakul, illetve hogyan fog alakulni Terézváros sorsa. Szeretettel várnak mindenkit! A főváros számos más pontján is meg annyi izgalmas, karácsonyi, adventi programban lehet részünk. Nézzük, mik is a kiemelt események. Advent Fesztivál a Bálnában. A hagyományos adventi fesztivál idén december 1-én nyitotta meg kapuit, és ismét meg annyi érdekes, ingyenes programmal várja a látogatókat. A Bálna épületében és a nyitott hátsó teraszon remek hangulatban telhet a karácsonyi készülődés. Forradbor és street food, kézműves kiállítók, a kicsiknek interaktív játszóház, ingyenes zenei programok és díjmentes jégpálya teszi teljessé az élményt. A hét minden napján nyitvatartási időben Dunai panorámával lehet korcsolyázni, a gyerekek pedig jól szórakozhatnak az interaktív játszóházban. A bulizni vágyókat 18 órától jégdiszkó várja profi DJ-vel. December 6-án természetesen a Bálnába is megérkezik a Mikulás, aki értékes ajándékot osztogat a jégpályán 15 órakor. Adventi hangulat, remek környezet és sok jó program. Ez mind-mind a Bálna Advent. Adventi fényvillamos. Idén 10. alkalommal közlekedik a fényvillamos az adventi, karácsonyi és újévi időszakban. A villamos először csak egy vonalon járt, mára azonban már több vonalon is közlekedik, azzal a céllal, hogy elvigye a karácsonyi fényeket a téli estékbe. Az UV Nosztalgia villamoson 3500 méternyi fényfüzéren 39200 hideg, fehér és kék színű LED világít, az utastérben pedig ünnepi díszítés látható. Az eddigiekhez hasonlóan idén is normál díjszabás ellenében érvényes BKK jeggyel és bérlettel lehet utazni a fényvillamoson. Az Európa legszebb villamosvonalának minősített kettes villamosvonal mellett idén is sok villamosvonalon találkozhatunk ezzel a járművel. A 2-es, a 41-es, 42-es, 50-es, 19-es, 49-es, 14-es, 56-os, 59-es, 47-es, 69-es, no és a 4-es, 6-os villamos vonalán naponta többször igazi karácsonyi hangulatban utazhatunk. A pontos menetrendet napra lebontva a www.karacsonyszeretlek.hu/fényvillamosbudapest oldalon is megtalálják. Nem tudom önök, hogy vannak a mézzel és a mézes kaláccsal, én imádom enni is, készíteni is, nos, akik hozzám hasonlóan kedvelik ezeket a finomságokat, azoknak a kedvében járok most egy vidéki eseménnyel. Gyulai Méz és Mézes Kalács Nemzetközi Fesztivál. Egy hosszú hétvégén át több helyszínen csábítják önöket a mézédes élvezetekre. Különleges mézfajták, mézes kalácsok, cukrászati különlegességek bemutatása, kóstolása és vására, méhészeti kiállítás és vásár, mézzel készített különleges ételek készítése és kóstolása. Adventi készülődés, kézműves programok gyermekeknek, múzeumi körsét a kedvezményekkel és mézkóstolóval.
Zsófival. Hangulatos műsorok, ma és lucanapi meglepetések színesítik tovább a programot. December 7-én délután 4 órakor a polgármesteri hivatalban nyitják meg a fesztivált ünnepélyes keretek között. Ezt követően 3 napon keresztül Gyula számos helyszínén érdekes, ingyenes programokkal várják a látogatókat. Tártkarokkal és igazi adventi ízekkel, illatokkal kényeztet minket Gyula december 7-e és 9-e között. A fesztivál programjai ingyenesen látogathatóak. Ez volt heti programajánlónk, megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot, jó karácsonyi készülődést kívánok Önöknek, viszontlátásra!